Üdvözlök mindenkit a Videodrom Filmes csatornán, nézzük a Kaptár Recon City Visszavált című film bemutatóját. Itt az elején leszögezném, hogy nem ismerem a játékot, és az eddigi kaptár sorozatnak sem vagyok rajongója. Ugyanakkor hozzátenném, hogy ezek a mozik mindig is egyfajta tisztességes üzleti modellt képviseltek, és érdemes volt őket elkészíteni. Az Underworld sorozathoz hasonlóan alacsonyan tartották a költségvetést, így mindig profitot termeltek a kaptár filmek. Az eddigi hat filmmel kapcsolatban leginkább úgy fogalmaznék, hogy az első valóban jobban sikerült, mint a többi, de összességében inkább talán az ötlet fáradt meg folyamatában. Arról nem is beszélve, hogy egy idő után elengedték a történetet, és össze keverték a sztorit. Ami azonban meglepő, hogy különböző okok miatt a bevételek folyamatosan emelkedtek, így tulajdonképpen a hatodik rész volt a legsikeresebb a sorozatból. Azt, hogy az eddigi mozik mennyire tekintették alapnak a játékokat, nem tudom megítélni, de azt olvastam, hogy viszonylag lazán kapcsolódnak hozzájuk. Annak ellenére, hogy az utolsó fejezet költségvetéséhez képest bődületesen nagy siker lett, a Sony mégiscsak úgy döntött, hogy változtat a módszeren. Rebootolják a filmsorozatot, és a Netflix-el karöltve készítenek egy szériát. Jelen videónk tárgya pedig az új film, a Captain Recon City visszavár. A film megtekintése után, amit leginkább nem értek, hogy ilyen formában mi értelme volt a rebootnak. Először is ennek a mozinak a költségvetése 25 millió dollár volt. Tényleg, az utolsó fejezet sem volt nagyon drága, de azért elvertek rá 50 millió dollárt, és hogyha a két filmet egymás mellé tesszük, akkor bizony óriási különbségek láthatóak. A stúdió részéről mindenképpen egy érdekes döntés, hogy egy alapvetőleg sikeres franchise-t rebootolni akarnak meglehetősen visszafogott költségvetéssel. Vannak filmek, ahol nem akadnék fenn ezen, de a Recon City egészen elképesztően pocsékul néz ki. Mondhatom, hogy annyira, hogy nem is jellemző, hogy ilyen minőségű filmek ma már moziba kerülnének. És itt most nem is csak arra gondolok, hogy a 2002-es filmben jobban nézett ki a CGI, itt sokkal mélyebb problémák vannak. Bár tény, hogy rossz a CGI, de azért olyan túl sok alkalmunk nincs, hogy ezt megcsodáljuk. Sokszor úgy érződik, hogy a stúdió elengedte ezt a projektet, és nem igazán kontrollálta az alkotói folyamatot nem az a baj, hogy úgy tűnik, hogy a Recon city a barátok köstábja készítette, hanem az, hogy az volt feléjük az elvárás, hogy kb. hasonló legyen a minőség, mint a híres magyar tévésorozat esetében. A Recon City minden eleméről ordít, hogy alacsony költségvetésből akarták megoldani, és gyorsan. Igaz ez a forgatókönyvre, a színészgárdára, de még a díszletekre is. Értem én, hogy a Sony nem akart kockáztatni, de ilyen formában nem igazán volt értelme a rebootnak. Persze azt hozzátenném, hogy az előzetes sem volt túl kecsegtető. Látszott, hogy nincs minden rendben, az egész bűzlött a B-filmes jellektől, és egy pillanatig sem keltette mozifilm illúzióját. Persze a B-filmes íz átlengte a régi szériát is, de ott egy pillanata sem volt kérdés, hogy mozira szánták ezeket az alkotásokat. Arról nem is beszélve, hogy egy pillanatig sem tűnt dinamikusnak vagy félelmetesnek a Raccoon az előzetes alapján. A Sony azt ígérte, hogy az új film a játék első két részének hangulatát, karaktereit, illetve cselekményét fogja megidézni. Sőt, még olyan nyilatkozatokat is tettek, hogy ez a mozi elsősorban a játék rajongóinak fog szólni. Ráadásul találtak a projekt mellé egy feltörekvő rendezőt, akinek már sikerült bizonyítani a 47 méter mélyen című mozival. Benne egy dolog miatt mindenképpen bízhatott a Sony, képes volt már alacsony költségvetésből értékelhető horror mozit készíteni. Ha elkezdjük nézni a Recon city az elején úgy tűnik, hogy a rendezőnek valóban volt némi lelkesedése. Itt még a játékrajongóit meggyőzhetik a kikacsintások, illetve a hangulat. Azonban nem sokkal ezután rá kell jönnünk, hogy tulajdonképpen a filmnek nincs sztoria. A karakterek csak a levegőben lógnak, nincs feszültség és dinamika sem. Ugyan rengeteg ismert karakter tűnik fel a moziban, de semmit nem kezd velük a forgatókönyv, illetve a rendező. Ezzel a színészek sem tudnak mit kezdeni, hiszen valószínűleg a forgatókönyvben nem volt karakterleírás, csupán egy ismert név. Emellett megemlíteném, hogy az akció jelenetek rendezése meglehetősen pocsék, illetve az operatőri munka is. Mégis talán a Recon City ott téved a legnagyobbat, hogy teljesen komolyan vehetetlenek a félelmetes részek is. Bár egy horrorfilmről van szó, de olyan túl sok minden nem utal erre a filmben. A Raccoon kapcsolatban nagyon sok mindent nem értek. Ha az eddigi sorozatot nézzük, akkor valamilyen szinten még az alacsony költségvetésnek is működnie kellene. Ráadásul találtak egy olyan direktort, aki papíron elméletileg ezt még kivitelezni is tudná. Mégsem áll össze az egész, de a legtöbb igazán zavaró dolog valahol a pénzhiányra vezethető vissza. Én elhiszem, hogy a stúdió nem nagyon akart foglalkozni ezzel a mozival, de azért az feltűhetett volna nekik, hogy mindössze összetépítésére volt szükség a forgatás során. Egy dologban még így is lehetett volna kapaszkodni, ez pedig a horror jelleg, de ez sem sikerült. Nem mondom azt, hogy a rendezőnek nem voltak ötletei, illetve nem szeretett volna megfelelni a játék rajongóinak, de a végeredmény totális kudarc lett. Mondom ezt úgy, hogy az eddigi hat film sem tekinthető oszkádias alkotásnak, de azért ehhez képest mindenképpen egy magasabb szintű szórakozást képviselnek. Nem csak az a baj, hogy a Recon City egy rossz film, hanem az is, hogy ezzel akarják ribútolni a sorozatot minden esetre ez a mozi mindenkinek csalódást fog jelenteni, azoknak, akik kedvelték az eddigi filmeket, és azoknak is, akik még nem láttak egyet sem. Így összességében 20%-ra értékelném a Kaptár Recon City visszavált című filmet. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!